Már a nyitásra is többen a helyszínre érkeztek Tolnán a szombati oltási napon. A várakozók azt mondták, elsősorban a szabadabb élet miatt döntöttek a vakcina felvétele mellett. Hogy ne kelljen otthon maradni, meg hát fontos ez a védőoltás. Tolna mellett még 8 településen várták az oltásra érkezőket egész szombaton. A honvédség buszai mellett egészségügyi intézményekben és önkormányzati épületekben is zajlott a vakcinálás. A célunk az volt, hogy a megyében minél több településen legyen, minél nagyobb a leoltottság, minél több település érje el azt az országos átlagot a leoltottságba, ami már védettséget jelent a település lakosainak. Alsónyéken a helyi művelődési ház adott otthont az ideiglenes oltópontnak. A 780 főlakosú kistelepülésen délelőtt több mint 50-en vették fel a Pfizer vagy az egydózisú Janssen vakcinák valamelyikét. 13 éves vagyok és nem akarom elkapni a vírust. Szombaton, Szekszárdon, Dombóváron, Bonyhádon, Pakson, Dunaföldváron, Zombán, Gyönkön, valamint Tolnán és Alsónyéken oltatták be magukat azok, akik eddig ezt még nem tették meg. Tolna megy egyébként az országos átlaghoz képest kifejezetten jól áll. A regisztráltaknak gyakorlatilag 100%-a megkapta már valamelyik vakcinát.